Grósz László egész életét meghatározta a mezőgazdaság, ezen belül is a mezőgazdasági gépek, a gépészet. Hogy kezdődött ez annak idején, honnan az indítatás? Én gyerekként két egyházán nőttem föl, egy szakiskolába, mezőgazdasági gépész szakiskolába, ahol felnőtteket, gyerekeket tanítottak gépészetre. Ilyen indítatásból indultam el mezőgazdasági középiskolába, általános mezőgazdasági középiskolába, és aztán kerültem mezőtúra a gépészeti főiskolára, és tulajdonképpen itt kezdődött a dolog. 1971-ben végeztem, és azóta hol a termelésben dolgoztam, hol a kereskedelemben, amit már most 32 éve csinálok. Mivel kezdték annak idején? Azt gondolom, hogy annyi erkölcsi tőkét szedtünk össze, mert anyagi sajnos nem, ami megalapozta a munkánkat, azok a beszállítók, akik a Agrokernek szállítottak be, azok a beszállítók sorba mind mellénk álltak, és mivel pénz nélkül kezdtük az életünket, gyakorlatilag hitelbe adták nekünk a masinákat, és az eladás után fizettük ezeket a gépeket, tulajdonképpen ezzel indíthattuk el a 2000-es évet. Aztán már 2002-ben, 2003-ban már jelentős 1 milliárd körül forgalmat produkált a társaság. Nyilván onnantól kezdve változott a helyzet. Miket forgalmaztak? Induláskor MTZ-t forgalmaztunk, gyakorlatilag abban az időben 200-220 darab MTZ-t adtunk el. A Kvernland munkagépeket vettük a szárnyunk alá, és gyakorlatilag a magyar munkagépek közül az élen járó technikát, biztosítókat, itt külön kiemelném a Kühnét, a Kühnének a hozzáállását az akkori tevékenységükhöz nagyban segítette azt, hogy el tudtunk indulni. A Kühne az ugye magyar gyár, magyar termék. Önök nagy hangsúlyt fektettek egy másik nagy márkára, a Kézihára. Mennyire volt nehéz ezt a márkát megismertetni az emberekkel? Mert ugye ez annak idején még viszonylag újnak számított Magyarországon. Tehát Magyarországon a kéztraktorokat nem ismerték. Azt kell mondjam, hogy a győri mezőgép hozott be abban az időben tán 10 darabot összesen, azokat eladta az országba, és aztán nem történt semmi. És gyakorlatilag elkezdődött ugye velünk együtt a Steyr traktornak a forgalmazása, de aztán elhalt, és jött ez a kéztraktor. Akkor jött az, hogy a kéz IH életnek érezte az időt arra, hogy betörjön a magyar piacra, és gyakorlatilag az induláskor ott voltunk, 2002-től forgalmazunk is ezeket a gépeket. Egyenes út vezetett ebbe a vállalkozásba az egyetem után? Azt gondolom, hogy teljes mértékben egyenes út vezetett, hiszen ez az legelső és azóta is egyetlen munkahelyem, ahol eddig dolgoztam életemben. Igazából föl sem merült azóta más opció, hiszen az elejétől kezdve magamnak éreztem ezt az egész céget, és megláttam ebben a szakmában a lehetőséget és a potenciált, és azt gondolom, hogy az elmúlt 17 év alatt be is bizonyítottuk, hogy minden erőnkkel azon vagyunk, hogy fejlesszük ezt a tevékenységünket, jobbá tegyük, és elég hosszú utat jártunk be ez alatt a 17 év alatt, amíg idáig eljutottunk. Egy közgazdász 17 év alatt meg is tanulja már a gépeket? Hát én azt gondolom, hogy a cégnél minden területen dolgoztam, nem is keveset, és érdekelt is ez a dolog. Valamint édesapám gépészmérnök volt, tehát már kiskoromban is jártam vele, és a gépek érdekeltek. Nyilván nem olyan szinten tanultam ezt meg, mintha az egyetemen tanultam volna, de azt gondolom, hogy megfelelő műszaki ismereteket megszereztem, igen. Most egy olyan úton indultak el, ami kihívásokkal is teli. Országosan terjesztik ezt a márkát. Milyen kihívást fog ez jelenteni önöknek, önnek személy szerint? Gyakorlatilag ezen az úton elindultunk már 2013 évvége óta. Azóta forgalmazzuk országosan ezt a márkát, és azóta nyújtunk szervíz- és alkatrészellátást ezekhez a gépekhez, és természetesen az egyéb forgalmazott munkaeszközeinkhez. Viszont január 1-től egyedüliként csináljuk. Azt gondolom, hogy ez egy, ahogy említette, egy nagy lehetőség is, és egy kihívás is. Úgy vélem, hogy minden embernek fontos az életében, hogy legyen kihívás, amiért lehet küzdeni és lehet dolgozni. A legnagyobb kihívást talán abban látom, hogy megfelelő emberekkel töltsük fel a szervezetünket, hiszen ingatlant építeni, venni az bárki tud, ahhoz nem kell túl nagy tehetség, viszont ahhoz, hogy a megfelelő emberek a megfelelő pozícióba és a helyes motivációval tudjanak dolgozni, és magukéjuknak érezzék ők is ezt az egész céget, valamint a kitűzött céljainkat, én ebben látom a legnagyobb kihívást. Nagyon fontos az, hogy az anyacég, a Kézi H, az megbízik önökben.
Én azt gondolom, hogy megdolgoztunk azért, hogy kiérdemeljük ezt a bizalmat, de nem elég megdolgozni valamiért, ezt a jövőben is évről évre bizonyítani kell. Én azt gondolom, hogy ezzel a háttérrel a hátunk mögött innentől kezdve csak rajtunk múlik az, hogy mit tudunk elérni. A sikernek a kulcsát én abban látom, hogy olyan szolgáltatásokat nyújtsunk a ügyfeleinknek, amivel ők biztonságban érezhetik magukat, tudják azt, hogy a kampánymunkák során mindig számíthatnak ránk, ha megoldhatatlannak tűnő probléma van, akkor is kitalálunk egy olyan megoldást, ami esetleg nem szokványos, de azt elmondhatjuk a cégünkről, hogy nem szoktunk egyik ügyfelünket sem pácban hagyni, hogyha bármilyen technikai jellegű probléma van, ha kell, akkor demógépet, használt gépet, más egyebet adunk, ha esetleg nem lehet egy-két napon belül megoldani a felmerült problémát. Ez a kizárólagosság, ez mit jelent? Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy határozottan idejű exkluzív szerződést kötöttünk a CNH Industriállal, a kézi hát gépeknek, alkatrészeknek a forgalmazására. Ez gyakorlatban lefordítva azt jelenti, hogy egyedül a mi cégünk hoz a gyárból közvetlenül ide gépeket, valamint Magyarországon a mi cégünk jogosult egyedül garanciális és szavatossági munkák elvégzésére. Az első év traktoradásnál jár a garancia, viszont van még plusz két év szavatosság is, ahol szintén valamennyi visszatérítés jár az ügyfeleknek, hogyha probléma van. Ez a Békés Csabai vállalkozás, ez fölfogható egy családi vállalkozásnak is. Az, hogy ide eljutottunk, hogy ezt az egész kézforgalmazást csinálhatjuk, ennek a jelentős részét a Gábor fiam csinálta végig, ugyanis az ő nyelvtudása, szaktudása eredményezte azt, hogy ezt el tudtuk érni. Jól kijön a fiával? Tudnak együtt dolgozni? Én azt gondolom, hogy mindenkinek azt kívánom, hogy ilyen apa-fia kapcsolata legyen, akár a munkába, akár a családi életbe. Egy srófra jár az eszünk, mikor a munkáról van szó. Szinte nincs olyan, hogy valamit máshogy gondolunk. Ha rajdik, tehát előfordul, akkor pedig kiegyesítjük egymás között, de gondolom rendkívül jó kapcsolatunk.